És most nem tudom beírni a szó. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy kérdezfelelek videó lesz. Illetve a kérdezfelelek videóm első része. Ugyanis, ugye már régebben volt kérdezfelelek videó, kb. Egy évvel ezelőtt, ha emlékeim nem csalnak, mikor megkaptam ezt a kamerát, tavaly, ilyenkor kb. Akkor volt utoljára. Úgyhogy gondoltam, kéne megint egyet, úgyhogy kérlek titeket, hogy tegyetek föl Instagramon, illetőleg YouTube-on kérdéseket, és annyi kérdés érkezett be, hogy kicsit meglepődtem, mert 180-tól is több kérdés érkezett be, úgyhogy amik többször érkeztek, azokat így nem számolom, úgyhogy készítettem egy komplett Excel táblázatot, és téma szerint meg ismétlődés szerint mindent szétválogattam. Úgyhogy ez most úgy fog kinézni, hogy vannak könyves kérdések, vannak nem könyves kérdések, vannak írós kérdések, kategorizáltam őket, felosztottam, úgyhogy most ez az első kör lesz a kérdezfelelekből, mégpedig csak könyves kérdésekkel kapcsolatos rész. Azt hiszem, hogy az első 60 kérdést fogom belemondani. Itt van nálam a laptopom, mert Excel táblázatot voltam kénytelen használni. Máshogy elvesztem volna sok kérdés között. Oké, látjátok. Ja. Igazából három részre osztottam szét ezt a kérdezfelelek dolgot, plusz egyre, mert amúgy is terveztem, de jó, így alulról sütöm magam a laptoppal. Szóval amúgy is terveztem egy ilyen gyakran ismételt kérdések videót, és akkor ez így, ez a kérdezfelelek segít majd abban is, de az majd később lesz, szóval először így abszolút ezt a kérdezfeleleket akarom letudni. Szóval most lesz egy része, jövő héten lesz még egy része, és akkor elméletileg úgy akarom, hogy az utáni héten még egy része, szóval így három héten keresztül, de nem egymás után a három. De akkor kezdjünk is bele, mert rengeteg kérdés van, úgyhogy, és nem tudom, hogy mennyi ideig fog tartani, mire mindent megválaszolom. Könyves kérdések. Kezdjük. Szerinted melyik az a három könyv, amik a legtúlértékeltebbek a könyves világban? Igazából ezen gondolkodtam, hogy lesz egy hasonló kérdés ehhez, amire körülbelül ugyanazt fogom tudni elmondani, mint erre tekintve, hogy én egy most... Azt megmondani, hogy a könyves világban melyik a legtúlértékeltebb könyv, azt szerintem valaki akkor tudja megmondani, ha a létező összes könyvet elolvasta. Mert én csak azok közül tudok mondani, amiket már én olvastam. Tehát most olyanra nem mondhatom rá, hogy túlértékelt, amit népszerű, de én még nem olvastam. Mert az nem fair, hogy rámondjam, hogy ez a könyv túlértékelt, de amúgy soha a kezembe se vettem. Szóval... Igazából erre a kérdésre egy kicsit később visszatérek. Maradjunk ebben. Mi a kedvenc könyves klisséd, amit nem csak elviselsz, de valamilyen furcsa módon szeretsz is? Ja igen, egyébként azt meg el akartam mondani, hogy ugyan válogathattam volna a kérdésekből, de én úgy voltam vele, hogy igazából mindegyik kérdést szeretném megválaszolni, meg nem szeretnék senkinek semmilyen kérdését kihagyni, úgyhogy inkább mindent megválaszolom, aztán kicsit több lesz, meg kicsit hosszabb lesz, de szerintem azzal nem lesz bajotok. Szóval, kedvenc könyves klisém, amit nagyon szeretek, mert nem tudom, hogy ez mennyire könyves, mert az ilyen klisé dolgokat minden műfajban általában lehet alkalmazni. Ez az Enemies to Lovers, amikor ugye ellenségekből lesznek szerelmesek a karakterek, azt szeretem, mondjuk, hogyha jól van megcsinálva, de ez mindenre igaz. Vannak klisék, amiket szeret az ember, és vannak azok a klisék, amiket ha meglát, és így, úristen. De igazából bármelyik klisét szeretem, ha jó olyan karakterekkel, és úgy van megcsinálva, ahogy én szeretem. De az ellenségekből, barátokból szeretők az nagyon jó tud lenni. Megváltoztak az olvasási szokásaid, amióta YouTube-ozol? Szerintem nem. Az tény, hogy többet olvasok, de azért, mert amikor nekem így beindult ez a többet olvasok része, akkor kezdtem el a YouTube-ot. Szóval amikor már tudtam könyvekről beszélni, akkor kezdtem el a YouTube-ot. Szóval szerintem nem, mert nem olvasok más típus, nem... Most az egy dolog, hogy néha olvasok másmilyen könyveket, vagy máshogy, de szerintem az ilyen velejárulója a dolognak, hogy olvasok. És nem csak egy témát, csak egy fajtát. Milyen nyelven szeretsz jobban olvasni, angolul vagy magyarul? Igazából inkább szerintem angolul. Nem tudom teljes mértékben mondani ennek az okát, csak én sokszor érzem úgy, hogy például, hogyha magyarul olvasok könyvet, nem tudom, valahogy a magyar nyelvnek a stílusa az így sokszor nekem olyan, hogy ilyen nagyon magasztos,
és én azt néha azt a stílus nem tudom annyira értékelni, mint angolban lehet, hogy ez csak azért, mert nem tudom igazából miért van, de igazából ja, angolul jobban szeretek olvasni. Ez meg egyébként lehet, hogy még ennek az is az oka, hogy kevésbé, tehát fordított könyveket nem szeretek annyira olvasni, mert érezni szoktam a fordítást, főleg, hogyha olyan a fordítás, valamelyik könyv jó fordítva, van egy csomó fordított könyvem, szóval nem arról van szó, csak hogyha már tudok angolul olvasni, akkor jobban preferálom eredetiben elolvasni a könyvet, mármint hogyha angol az eredeti, bár mondjuk ugye itt a vaják, ezt is inkább angolul olvastam, de akkor még mondjuk nem is volt lefordítva magyarra. Főleg a vajáknak a stílusa az kifejezetten olyan, amit angolban jobban szeretek. És ez hosszú videó lesz, mert most 7 percnél járok, és még csak az 5. kérdés jön. Na, majd megpróbálom pörgetni. Mi az, ami zavró tényező neked olvasás közben, például zajok, emberek, ami kifejezetten tud zavarni, az amikor beszélnek hozzám olvasás közben. Mert bármi mást igazából ki tudok szűrni, de hogyha valaki még nem is az, hogy egyszer hozzám szólnak, hanem hogy így hozzám szólnak, jó. Olvasok 2 mondatot, megint hozzám szólnak, tehát hogy ez az, ami... Tehát most vagy hagy olvasni, vagy beszélgetni akar velem, a kettőt együtt nem tudjuk csinálni, mert nem tudok egyszerre benne maradni a sztoriban, és rá is figyelni. Olvastad Patrick Rothfuss könyveit, nem tudom pontosan, hogy kell kimondani a nevét. Ő írta a szélnevés könyveket, ugye? Azt hiszem. Nem olvastam tőle még, viszont tervezek, hogyha ez a szélnevés sorozat, vagy nem tudom pontosan hogy van, az a fantasy sorozat, az övé, akkor az nekem rajta van a várólistámon. Az Így neveld a sárkányodon kívül melyik a kedvenc gyerekkönyved? Na most technikailag az Így neveld a sárkányodat ugye gyermek és ifjúsági kategorizálást kap. Egyébként az egyik térdemen rajta van a telefonom, a másikon most már egy könyv, az ölemben van a laptop, és le kéne hajolnom, hogy felvegyem a következő könyvet, ami így elég veszélyes manővert jelent. Matilda, ezt nem gondolta el. Nem is tudom, minek van nálam amúgy a telefonom. Ami ugye gyermek és ifjúsági, még az a Percy Jackson sorozat is, sőt a Rick Riordan összes könyve ez a kategória, meg a Harry Potter is, szóval így neved, ez a 3 kedvenc sorozatom, kb. Így abszolút kedvenc sorozatom, meg még pár másik, de hogy ez mind gyerekkönyv. Igen. Ja, igen. Szereted a Narniát? Igen, szeretem, olvastam is, már régen. De Emmának megvan a teljes sorozat, úgyhogy akkor elolvastam, mikor ő azt megvette. Mondjuk kicsit furcsa volt nekem a stílusa, meg nem azt mondom, hogy az összes kötetét szerettem egyformán, de amúgy egy teljesen jó kis könyvsorozat, meg a filmeket is szerettem, bár leginkább csak az első. Szerinted melyik az a könyv, ahol maga a könyv is jó, meg a film is? Ebből egyszer az régi ősi időkben, mikor még csak kb. 2 hónapos volt a csatorna, vagy lehet annyi se, csináltam egyébként videót, meg van egy egész lejátszási listám, ilyen könyvek, kontrafilmek lejátszási listám itt YouTube-on. Szóval csináltam erről egy csomó videót. Azt hiszem, amiket mondok, abban az ilyen Gyűrűk Ura, Harry Potter, mert hogy szeretem a filmet is, meg a könyvet is. Gyűrűk Ura, Harry Potter, Csillagainkban a hiba, a Simon és a Homo Sapiens Lobby is biztos, hogy ide sorolandó. Van azért pár ilyen könyv, film, amit jól adaptáltak, de ja, most hirtelen ezek ugrottak be, most más nem ugrik be. Melyik volt az eddig legjobb kötelező olvasmányod? Hát mondjuk én a kötelező olvasmányokat annyira nem szívelem, bármennyire is hitték azt az osztálytársaim középiskolában is, hogy oh, hát a Matilda olvas, akkor ő mindent elolvas, és így Matilda nem. Matilda azt szereti olvasni, amit akar olvasni, nem azt, amit megmondják neki, hogy olvasson. Amire emlékszem, hogy tetszett, és Emmát magyarra kellett olvasni, az számomra a Mester és Margarita volt. Igazából tökre élveztem, pedig így mikor megkapta, az volt a leghosszabb az összes közül, azt hiszem, kb. És akkor mondta talán, hogy én olvassam azt, mert én leszek valószínűleg az, aki azt tényleg el is fogja tudni olvasni, és én mondtam, hogy jó van, nem tudom mi lesz, és tök gyorsan kiolvastam, az képest, hogy kb. 400 oldalas könyvről beszélünk, vagy lehet 500, most hirtelen nem emlékszem. Én tényleg tök élveztem. Jó kis elvetemült orosz irodalom. Meg igazából az anyaginnál se volt sok bajom, nem azt mondom, hogy szerettem, de egyébként úgy jobb volt, mint a többi, amit olvasni kellett. Milyen könyveket tervezel olvasni? Hát olyanokat, amik egy, már megvannak vagy nekem, vagy a család bármely másik tagjának, és elérhető közelségben van, vagy megkapom, vagy várólistás. Igazából előre nagyon nem szoktam eltervezni, hogy mit olvasok, mert általában befejezek egy könyvet, és
az szokott lenni, hogy így fölteszem a polcra, és így nézem, hogy milyen könyveim vannak még, és aztán amelyikhez kedvet kapok. Szóval így megtervezni nem szoktam. Azokat tervezem elolvasni, amik megvannak, per amik rajta vannak a várólistámon. Melyik az a könyv, amit minden korosztálynak ajánlanál? Villámtolvaj egyértelmű, azt mindenkinek minden alkalommal ajánlom. Ugye be vannak kategorizálva a könyvek, hogy melyik korosztály, ugye az így a célközönség, de most én vagyok rá az élő példa, hogy ott van az Így neveld a sárkányodat, ami alapvetően olyan 10 éves körül gyerekeknek van írva. Én 16 évesen olvastam először, idén újra olvastam, vagy hát befejeztem. 20 éves leszek már idén, úgyhogy... És még mindig imádom, úgyhogy kortalan. Mennyi volt a legtöbb könyv, amit egy év alatt olvastál? Ha jól emlékszem, 72 darab könyvet olvastam 2018-ban. De azt hiszem, meg is van nyitva a moly. Igen, 72. Tavaly kevesebbet olvastam. Mondjuk tavaly is egész sokat olvastam. Jó, igen, szóval 72 volt a legtöbb könyv, amit egy év alatt olvastam. Melyik évszakban olvasol a legtöbbet? Ez egyébként tökre változó, mert tavaly nyáron több-keveset olvastam. Tehát tavasz, nyár környékén alig olvastam ilyen 2-3 könyvet maximum havonta. Ahhoz képest, hogy 4-et átlagosan simán hozok. Szerintem tavaly egész évben olyan volt, úgyhogy ez nincs évszakhoz kötve, inkább ahhoz van kötve nálam, hogy mennyire van kedvem olvasni. Most az, hogy mennyire van időm, az tök független ettől szerintem. Mert ha akarom, hogy legyen rá időm, akkor van rá időm, hogy olvassak. Meg, hogy mennyire találok olyan könyveket, amik így visznek előre, és ki tudom őket pörgetni. Szóval így nem mondanék külön évszakot, hogy van egy évszak, és akkor bittom én elolvasok 30 könyvet, mert annyit el tudok, hanem változó. Ja, beugrottam. Neked tetszene, ha lenne a Harry Potternek folytatása? Nem. Nem kell, nem, elég ez a legendás állatok és megfigyelésük katyvasz is, ami most már megy, ezt nem, ne erőltessük. Megírta, jó az úgy, szeretjük, de ne erőltessük ettől tovább, légy szíves, mert ne. Nagyjából hány saját könyved van a szobádban? Jelenállás szerint 170 a moly.hu-n. Föl van víve egyébként az összes könyvem. Mondjuk moly.hu-n ugye például a Gyűrűk ura az egynek van számolva, szóval kettővel több. Meg most rendeltem egy darab új könyvet, úgyhogy körülbelül 173 lesz pár hét múlva, amint megjön. Ja, és ugye itt az volt, hogy a szobámban, ezek az én könyveim, tehát minden más könyv, ami nincs fönn a polcomon, az nem az enyém. Mert sokszor kérdezitek, hogy például Harry Potter könyveimet hol tartom, nekem nincs saját Harry Potter könyvem, Emmának van meg a Harry Potter kb. 3 szorosan, mert megvan neki magyarul, megvan neki angolul, vannak illusztrált kötetei, van... Igen. Szóval neki van meg a teljes Harry Potter széria többször is, úgyhogy gondoltam, én nem fogom csak azért megvenni, hogy meglegyen még negyedik kiadásban is nekünk. Melyiket szereted jobban, a vastag vagy a vékony borítású könyveket? Szerintem ez a puha per kemény táblásra vonatkozik, én a kemény tábla párti vagyok. Percy vagy Annabeth? Hát most azt mondom, hogy Percy. De mindkettőjüket szeretem. Melyik közkedvelt könyv nem tetszik neked? Na ez az, ami visszautalok az első kérdésre. Az egyik, ami egy nagyon-nagyon népszerű sorozat, az az Éhezők viadala, na hát nekem ez nem jött be. A másik, tudom, hogy az utolsó részét mutatom, de lejjebb volt az első része, és nem volt kedvem előtúrni, az pedig a Végzetterekjéi. Nekem ez az a két sorozat, ami nagyon népszerű, de nekem nem jött be. Meg amúgy is van nekem egy ilyen tendenciám, hogy a nagyon hype-olt, nagyon népszerű könyvek, amit mindenki olvas és mindenki imád, az olyan, hogy én elolvasom, és így... Ja, 3 csillag, nem volt olyan különösebben jó, de nem volt rossz se. Egyszer el lehetett olvasni. Könyvesbolt, könyvtár vagy online rendelés? Szerintem egyértelműen nálam online ilyen rendelés. Nem tudom, hogy jönne később az a kérdés, hogy járok-e könyvtárba, valószínűleg majd jön, de... Amilyen könyveket én olvasok, az szerintem nálunk az itthoni könyvtárban nem nagyon van bent, szóval emiatt nem járok csak könyvtárba. Tehát nem egy túl nagy könyvtárunk van, meg nem is olyan típusú könyvek, amiket én olvasok. Szerinted melyik a legjobb magyar és legrosszabb... Mi a legjobb és legrosszabb magyar könyv? Mivel nagyjából kb. Csak kötelező olvasmányokat olvastam, ami magyar szerzőtől van, nem érzem túl reálisnak, hogyha ez alapján ítélnék meg legjobb, meg legrosszabb szerzőt. Nem olvastam túl sok magyar vonatkozású könyvet, mármint hogy magyar szerzőset, ilyen recenziós példányokat meg olvastam, de ahhoz vajon kell eset, hogy ezt meg tudjam ítélni, hogy ki jó, meg ki rossz, tehát hogy ez megint, erre megint azt tudom mondani, hogy az összes magyar szerző által írt könyvet el kellene olvasnom,
hogy meg tudjam ösztönözni állapítani. Hogyan ösztönöznél egy embert az olvasásra, és hogyan az írásra? Hát azt tudom tanácsolni most olvasás terén, meg kell találni azt a könyvet, ami tetszik. Tehát, hogy aminek olyan a sztoria, meg a kivitelezése, hogy elolvasod, és nagyon tetszik, és akkor utána hasonló kaliberű könyvek között keresgélni, mert nálam az vált be. Írásra ösztönözni. Hát, ha szeretnél, és van ötleted, akkor hajrá, ülj le, és csináld, ettől jobb ösztönzést nem tudok mondani, nem kell attól félni, hogy mi lesz a következménye, mert szerintem a legelső dolog meg fog halni a kamerám. Szóval ott tartottam, hogy írásra ösztönzés. Hát ne féljetek elkezdeni, és igazából a legelső dolog, amit mindenféleképpen érdemes megcsináltatok, az, hogy megírjátok a sztorit, amit akartok. A nehezebbik része egyébként is utána jön. Nem tudom pontosan, hogy mi lehetne ilyen bátorító szöveg. Meg kell próbálni. Addig úgyse tudhatod, hogy bejön-e, amíg nem próbálod. Egyébként még csak a kérdések egy harmadán vagyunk túl, és már 2 10 perces videón végigment. Felvételem. Ha választhatnál, melyik főszereplő életébe csöppennél bele? Még jó, hogy átgondoltam, mielőtt elkezdtem a videót, mert hogyha még ezeken gondolkodnék, soha nem végeznék Jézusom elléptetet. Na, szóval én arra jutottam igazából a Fangirlből Cat életébe, mert ilyen fantasy könyvekbe azért nem mennék, mert ott nagyon sok mindenki meghal, meg mindenkinek nagyon sok mindenkije meghal, és azt az én kis lelkemnek nem szeretném, bármennyire is szeretem azokat a világokat. A Fangirlből Cat pedig olyan kis egyetemista, meg jó, meg neki ez nem tudom, meg ez ilyen, neki olyan kis cuki élete van ebben, mert relatív, de hogy jó. Meg igazából Kethel szerintem valamennyire hasonlítok is, úgyhogy az úgy nem lenne túl nagy változás, hogy nem tudom, ilyen totál kifordulnék magamból. Képregényeket is olvasol? Igen, nem sokat, de olvastam már. Nem az a fő műfajom. Nem szokta szúrni a szemet, hogy egyes sorozatoknál, például a Percynél vagy a Hunál nem egyeznek a borítók egymással? De egyébként azt nagyon utálom, tehát például itt a Vajákom, ugye az a két kötet, az első, meg a nem első, harmadik, igen. Ugye azok kisebbek, pedig elméletileg ugyanaz a kiadás. Rettenet mód idegesít egyébként. A másik a Percy Jacksonnál mindig úgy van, hogy az első két Percy Jackson az kemény kötéses, utána puha borítós. Utána két puha borítós van az Olympus hőseiből, és 3 kemény borítós. És rettenet módon utálom, mikor a könyvek nem passzolnak egymáshoz egy sorozaton belül, de már így úgy vagyok vele, hogy mindegy, igazából annyira nem érdekel. De ami ettől is idegesítőbb, mint hogy más kiadásban van meg, mert ezek legalább ugye azok a borítók, amikor totál más, hogy néz ki a gerince. Tehát például van egy könyv, ami megvan egy borítóval, és a következő rész megvan filmes borítóval, és a filmes borító általában tökre kilóg. Szóval de, szúrja nagyon a szememet, főleg a nem diagnosztizált OCD-met. Egy átlagos hónapban mennyi könyvet veszel? Ezt mikor ezt a kérdést megkaptam, kiszámoltam. Igazából, hogy most egy évben lesz egy csomó új könyvem, relatíve. Most azt nézem, 2019-ben 35 új könyvem lett, viszont ennek a nagy részét, körülbelül a 80%-át nem vettem, hanem kaptam. Úgyhogy, hogyha kiátlagoltam pontosan a számokat, kb. Havi 1, max. 2 könyvet szoktam venni. És egyébként ez tényleg igaz. Főleg, hogy valamikor, mit tudom én, 3 hónapig egy könyvet se veszek, és akkor utána a következő hónapban veszek 3-at. És akkor így kiátlagolják egymást. Szóval nem veszek túlzottan sok könyvet. Melyik könyvet olvasod most? Jelenleg Francis Hodgson... Na jó, ezt nem tudom kimondani. Francis Hodgson Burnett-től a Padlásszoba kis hercegnőit olvasom, ez ugye ilyen Penguin Classic, Puffin Classics, Children Classics, ez az a kiadás, amit gyűjtök. Gyerek klasszikus. Kb. A felénél tartok. Melyik volt a jobb, a Csillagainkban a hiba, vagy a Papírvárosok? Nekem a Csillagainkban a hiba jobban tetszett, de a Papírvárosokat is szeretem. Körülbelül ez a két kedvenc John Green könyvem egyébként. Szerinted mennyire volna király ötlet, ha a készülőben lévő Percy Jackson sorozatban Poseidon szerepére Logan Lerman-t kérnék fel? Szerintem nem lenne az. Én igazából nem szerettem Percyként Logan Lerman-t, mert szerintem nem volt annyira Percy-s, mint mondjuk az én fejemben, ahogy ő kinézett. És szerintem Poseidon szerepére sem illene, tehát Poseidont is teljesen máshogy képzelem el, mint Logan Lerman. Nem. Nekem nem tetszene, de együtt tudnék élni vele, de nem. Olvastad az Iliászt vagy az Odüsszeiát? Kellett volna.
A sztorival képben vagyok, mert a magyar tanárom az nagyon jól elmondta, meg átvettük így pontról pontra őket, és az Iliászból ilyen ötös felelést nyomtam még 9-ben, de nem olvastam egyébként az eredeti műveket. Ami az én bajom, de most olvastam az Achilleus dalát, ami ilyen retellingje, vagy újramondása lényegében az Iliász egy részének. De az nem az, szóval, ja, nem olvastam egyiket se. Rossz Matilda, tudom. Egy hónapban általában hány könyvet sikerül elolvasnod? Hát én most azt mondom, hogy átlagosan 4-et, annyi az átlagom, szerintem. Annyi biztos megvan a legtöbb hónapban, ha meg valamelyikbe kevesebb, akkor utána, szóval, ja, 4. Maradjunk abban. Melyik könyvben csalódtál eddig idén a legjobban? Igazából pont ahogy néztem, hogy miket olvastam idén, még nincs meg a 30 könyv se idén, úgyhogy már most nagyon keveset olvastam az év elején. Pedig nem volt olyan, amiben csalódtam volna. Úgyhogy ilyen még nem volt. Még. Melyek a kedvenc műfajaid, és melyek azok, amelyeket a leginkább kerülsz? Hát a kedvenc műfajom az egyértelműen a fantasy per gyerekkönyvek. Hát ha egy olyat kell mondanom, amit nagyon nem szeretnék olvasni, mert tudom, hogy az nem áll túl közel hozzám, az ilyen erotikus könyvek, mert ha van valami, ami könyvekben nem szeretek, az erotika. Tehát szeretem romantikus könyveket olvasni, de amikor túlzásba viszik már ezeket a nagyon fűtött jeleneteket, akkor már így erre nem vagyok kíváncsi a könyvben nekem. Én egy könyvet a sztori miatt olvasok, tehát hogy azt így ugorjuk át azt a részt, azt az oldalakon át lévő leírást, az engem nem érdekel. Kedvenc könyves párosod, Solangelo, tehát Will Solace és Nico DiAngelo. Melyik könyv tetszett legjobban a Percy Jacksonból? Azt pont nem vettem le, de igazából mindegyik részt szeretem, de azt hiszem talán az utolsó Olimposzi az, ami így a legmozgalmasabb, legizgalmasabb, legtöbb minden történik, de az összes részt szeretem. Hány képregényt olvastál? Ezt összeszámoltam. Kemény 7 darabot, ugye 6 Scott Pilgrim részt, és a második Percy Jackson rész a Szörnyek tengere van még meg képregény formátban. Mit gondolsz, ki fogod-e nőni, esetleg megunni valaha az olvasást? Erősen kétlem. Hát én is. Furcsa lenne. Eléggé szeretek mindenféle történetbe belemenni és olvasni, úgyhogy nem hinném, hogy ezt valaha meg fogom unni. Csökkent-e bármennyit a szemedben J.K. Rowling azok a bizonyos tweetek után? Igen, de nem most. Tehát, hogy ez a legújabb, ez már csak olyan volt, hogy csak így... Jó. Igazából én nem J.K. Rowlingot szeretem, én a Harry Pottert szeretem. És... ez már egy ideje így van. Mi a véleményed a Percy Jackson fandomról? Nincs különösebb véleményem. Azt igazából minden fandomról elmondható, most így a Tumblr-ös pályafutásom alapján, hogy a különböző párosítások, ugye szereplő párosítások felett nagyon durván tudnak veszekedni, és az néha tényleg elég durván néz ki. Most nem tudom pontosan, hogy a Percy Jackson fandomban volt-e ilyen nagyon nagy háborúzás, de én úgy vagyok, hogy a kis fanartokat, azokat szeretem nézegetni, esetleg az ilyen kis viccesebb fandomhoz kapcsolódó dolgokat, de amúgy annyira nem folyok bele, szóval így külön véleményem sincs róla. Melyik a kedvenc Persebeth jeleneted a negyedik részben, mikor először csókolóznak? Az írtó cuki az a jelenet. Vagy amikor a Nebesz mondja neki, hogy nyáladzik álmában. Az egy legendás jelenet. Mit tenni a Rick bácsival, ha megölné Nikót? Nem tesz ilyet. Nem. Ez csak nem tenné meg. Biztos vagyok benne. Ha meg mégis, akkor nem tudom, mi lenne a reakció. Mi volt a leghosszabb könyv, amit valaha olvastál? A Királyok csatája. Ez még háromszor el kell játszanom. Na igen. Legrosszabb könyv, amit valaha olvastam. Ennél tartunk? Ja, leghosszabb. Jó, az meg volt. A Harry Potterből kinek a halála érintett meg a legjobban? Dobby. Egyértelműen Dobby. Percy Jackson és az olimpiósziakból ki a kedvenc per legutáltabb karaktered? Kedvenc Nico DiAngelo, egyértelműen. Nikót imádom, szeretem, drága lelkem. Sokáig terveztem vele esküvőt, aztán jött a Hades háza, és így, akkor nem. Akkor marad a Solangelo. Legutáltabb karakter a Percy Jacksonból? Hera. Hérát nagyon nem bírom. Hogyha valaki olvasta tovább, akkor valószínűleg érzi miért. Várod, hogy elolvashasd a Tower of Nero könyvet, mit szeretnél, hogy benne legyen a könyvben? Már nagyon várom, azt hiszem szeptemberben jön az utolsó Trials of Apollo rész. Nem tudom, hogy konkrétan mit szeretnék, hogy lenne benne, de a Percy-eket szeretném, hogy benne legyenek, az biztos. Percy már régen volt benne,
Az első kötet be volt talán csak. Úgyhogy kell, Percy kell nekem. Meg Nico. És az idén még milyen könyveket szeretnél olvasni? Ez leginkább azokat, amik megvannak. Valószínűleg, de az akkor így ledupláztam az egyik kérdést, igen. Mikor olvast... Igen, mert mondtam, hogy nem tervezem annyira meg előre. Egy könyv, amit idén még mindenféleképpen el akarok olvasni, de hát még fél év vissza van. Most rendeltem meg. És majd azt szeretném, ha az megjön. Meg az összes többit, ami megvan. Mikor olvastad a Percy Jackson könyveket? Először 2013. augusztusában olvastam a Villámtolvajt, és utána egyből a többit. Szeptember végéigbe is fejeztem. Harry Potter vagy Percy Jackson? Percy Jackson, egyértelműen. Én most egy kicsit lecsúsztam, mert amúgy az előbb még idő, mindegy, elzsibbadt már a lábam a laptoptól. Ki a kedvenc könyves karaktered? Nico DiAngelo. Ja, Nico. Nico Percy. Nico. Melyik a legutáltabb shipped? Igazából nincs utált shipem. Most az, hogyha valamelyik nem tetszik nekem, nem fogom azt mondani, hogy én azt utálom, mert főleg, hogyha van bennem egy ilyen, hogyha látok olyan fanartot, olyan shipről, akiket amúgy nem shipelek, vagy mondjuk a szereplőket benne másokkal shipelem, még akkor is tetszik, mert nagyon cuki meg tudják rajzolni, akiknek van emberrajzoláshoz tehetségük, mert én lovakat tudok rajzolni, más nagyon nem. Szóval nincs külön az, hogy ezt a shipet utálom. Mindenkinek joga van azt a karaktert azzal párosítani, akivel akarja. Csak ne erőltesd rá másokra a sajátod. Melyik karakter személyisége hasonlít hozzád leginkább? Nem túrom elő most, de ezt az előbb mondtam, hogy szerintem a Fangirlből Kath, ugye ő a főszereplő. Ja, ő is egy ilyen kis könyvmoly. Vagy Rolda a könyvéből a Matilda, amiről a nevemet kaptam. Akiről. Melyik kitalált világban élnél a legszívesebben? Középfölde. Egyértelmű. Sarah J. Maas könyveket olvastál? Szerintem, ha még nem, akkor egy próbát mindenképp tegyél. Nem akarok. Tényleg nem akarok. És nem hiszi el nekem senki. Senki nem hiszi el nekem, hogy mindenki rosszul fog járni, hogyha én azokat elolvasom. Én láttam egy külföldi youtuber lánynak a videóját, amiben ő is elolvasta őket, és én tudom, hogy ezekben a könyvekben olyan elemek vannak, amiket én nem szeretek, de most már annyit mondjátok, egyszer el fogom olvasni, csak azért, hogy ne mondhassátok azt, hogy nem olvastam és olvassam el, és csinálni fogok róla egy értékelő videót, és utálni fogtok utána, és mindenki leiratkozik a csatornáról. De én ezt tudom előre, én nem akarom előre elítélni a könyvet, de láttam belőle részleteket, vagy felolvasva hallottam őket, mindegy, szóval így tudok belőle dolgokat, és azok alapján ez tipikusan olyan könyv, amire én azt fogom mondani, hogy nekem ez nem tetszik. És ez... De tényleg egyszer, most már tényleg, csak azért, hogy ezt lerendezzük, ezt a Sarah J. Maas témát, nem. Ja, de biztos nem fogom megvenni a könyveket, meg rohadt hosszúak, azt már láttam, és így, nem. Ja. Nem tudom, megnézem egyszer majd a könyvtárba benn van-e, elolvasom, és akkor utána legalább túl leszünk ezen a korszakon is. Volt olyan időszakod, amikor sok ideig nem olvastál semmit? Olyan időszakom sosin... Ja, hát az életem első 13 éve kb. De olyan, hogy így, amióta elkezdtem olvasni, és sokáig nem olvastam egyáltalán, olyan nem volt. Olyan volt, hogy nehezen olvastam, vagy keveset. Például idei éveleje, tavalyi év nagy része, azok ilyenek voltak. De hogy semmit, azóta, hogy könyvmoly vagyok, nem igazán. Szeretsz újságokat olvasni, vagy csak a könyveket? Nem szoktam újságot. Néha a mamáiknál vagyok, és ott van előttem valami jó kis bulvárlap, akkor csak így poénból belenézek, de ennyi. Szereted a Gyűrűk Urát? Nem. Nem szeretem. Nem most néztem végig amúgy megint maratonban az összes részt bővítetten, és nem tudom a felforgatókönyvet kívülről, és idézem random élethelyzetekben. Legrosszabb könyv ever, tényleg. Tudnál arra tippeket mondani, hogy hogyan vészeljek át egy olvasói válságot? Hát, ami engem átsegített, az az, hogy jött egy olyan könyv, ami ilyen könnyedebb volt, meg érdekelt, és könnyen lehetett olvasni. De nem tudom, igazából én se nagyon, hogy húzom ki magam. Tényleg ahhoz kell egy olyan könyv, ami így visszalendít. Meg, hogy utána olyan könyveket tudjak összeszedni, amik még olyanok, és akkor ez így visszabillent. Mint nekem volt most február-március, az kegyetlen volt. És akkor áprilisban meg megindultam. Így a semmiből. Igen, ki a kedvenc szereplőd a To Kill a Kingdomból?
hogy külön nem gondolkoztam ebben egyébként, vagy mi ez a Birodalom végzete könyv. Nem gondolkoztam még ilyen kedvenc szereplőn, valószínűleg a főszereplő Choice-it mondanám, ha így választani kéne. Szeretsz a szabadban olvasni? Igen, egyébként amikor jó idő van, nem úgy, mint most. Most hideg van és esik az eső, de amikor jó idő van, akkor általában van, szóval van egy hintaágyunk, és oda ki szoktunk ülni, vagy a fűbe plédre, tehát hogy szeretek, igen. Az úgy jó, hát most, ja, jó, nyáron is például kicsattogunk a kertbe, ott olvasunk, és akkor mégsem a hátban testpedünk. Jó, és akkor én ezt itt most befejezem, ez elmetleg 60 kérdés volt, ami még alig az egy harmada az összesnek, de a kamera is kezdi túlterheltnek érezni magát, meg én is, úgyhogy ez így is maratoni hosszú videó lesz. És ebből még lesz kettő. Csak úgy szólok előre. Mindenki készüljön fel. Oké, akkor ez volt az első kör, és akkor jövő héten jön a második kör ebből. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal. És mielőtt elfelejtem, Instagramon a héten fut egy nyereményjátékom, úgyhogy ha valakinek van Instagramja, és esetleg nem látta volna, per nem követne, akkor azt meg tudja nézni, ha érdekelné.